hol? Az embereken. Nem látott ilyen sok tetkút. Ja, rajtam nincs olyan sok. És hogy mit jelentenek ezek a tetkút, Csabi, meg? Hát melyik mit? Ez itt egy ilyen... Úgy érzem magam, mint Döglény Zoltán, értelek, a tetkóit mutogatja. Azért nekem szerények a tetkó. Én már itt így gyűjtemileg. Ez tájul van ideírva, az, hogy csillagporból való vagyok. De hát igazából nem tudok tájul, úgyhogy az is lehet, hogy nagyon rossz fej vagyok. De általában leszokták csekkolni, hogyha esetleg olyan helyzetbe kerülök. Ezek ilyen analóg tetoválások, ilyen bambusz tetkó. Olyan helyzetben voltam, hogy ott ült a közelbe, mit tudom, egy tetováló, és akkor tetovált. Én még sose indultam el úgy valahol megyek, és akkor most úristen tetováltatok, csak így akkor, hogyha jött valami másik. Ezek például ismerősömet kísértem el, és akkor rám is valamit tettek. Itt a kisfiam, ez ilyen rajzos, de szerintem én nem vagyok annyira érdekes ilyen tetoválás szempontból. Jó, de hogyha azt mondod, hogy ez ilyen impulzív dolog volt, hogy akkor ott úgy alakult, van olyan, amit megbántál? Alakítanék egy-kettőt, hogyha lehet, de nem vagyok ilyen szofisztikált, mert pont azért is valószínűleg, hogy képzőszetet is tanultam meg, hogy magam is rajzolok, és hogyha nagyon ki akarnám találni, hogy most mit csinálj, mit varrassak magamra, akkor lehetne valami nagyon szépet, vagy de engem jobban érdekelnek ezek a street dolgok, meg ilyen börtöntetkók, utcai tetkók, egyszerű ilyen hangulatok, mert nem, ez a világ valahogy nekem ebben a műfajban itt talán jobban hozzám illik. Folkosabb dolgok ezek más néven. És ez az új projekted, az új kezdeményezés, hogy ez a dalkeltető, ez micsoda? Az aranyakkord az magától jött létre tulajdonképpen egy ilyen fantázia, hogy rengeteg dalom volt, amit nem tudtam hova tenni, és egyszer ott játszogattam a kanapén, meg állam íródtak. És már csak azért is, hogy ne felejtsem el, muszáj volt a játszadőket, és ott a legközelemben lévő nagyon kiváló muzsikus, akivel sokat dolgoztunk már együtt a Quimbe és a Vastag Gábor, Vastika leült mellém gitározni, és akkor ez így ilyen jól szólt, hogy így együtt játsszuk, és akkor ott ismerősök hallották, és kérdezték, hogy ezt akár csinálhatnánk közönség előtt is, és azért is jó, mert így kevesebbet kell ülni egyedül és gyakorolni a dalokat, hanem így legalább nem felejtem el, mert még így is elég sok dalt elfelejtek. És így van egy ilyen, hogy valamennyire így megmarad, és akkor mi játsszuk a magunk örömére, és aztán bárhova mehetnek ezek a dalok, azért hívjuk dalkeltetőnek, mert így szépen így valóban olyan az egész, tehát, hogy tényleg úgy költődnek, és így keltetődnek, tehát és így életre tudnak hívódni ezek a dalok, és egy kicsit járhatják az útjukat, és aztán ki tudja, hogy hova kerülnek majd. Egy szál gitár meg ének? Hát ez úgy van, hogy én gitározom meg énekelek, a Vastika ő gitározik meg vokálozik, de van olyan, hogy kicsit többet is énekel, plusz hangmérnök meg ő vele vesszük fel a dalokat, van a Gábor Andor UFO most már a percussionosunk, aki a ritmusokért fele, de nagyon sokszor mi játszunk fel minden hangszert, vagy akármit, sőt még a videókat is néha mi készítjük előfordult olyan, hogy mindenkinek ilyen az a jelszó, hogy szükséges és elégséges, és mindenből csak ilyen nagyon pici dolgok van, a pici erősítő, egyszerű dolgok, könnyű utazni vele, mozgékony, lehet vinni a dalokat, intim, talán ebben ez a projekt az, ami legközelebb van mondjuk a daloknak a születéséhez, amikor még egy közösségnek meg lehet mutatni, mondjuk egy ilyen, kicsit ilyen kamara, akusztikus kamara rock and roll, ez vagy ilyen sámán zenélgetés, ilyen kis kisebb helyeken, kevesebb embernél, az igazi, ott működik jól, ez arra való. És miben más mondjuk, mint a Quimby? Például ebben, hogy kimondottan egy ilyen intimebb, eleve akusztik, máshogy kell muzsikálni úgy, hogyha nem, amikor egy rockzenekar ott áll a hátam mögött és ad egy nagy támaszt, és gitározom, az egy egész más érzés, mikor az egész alapot mondjuk így, vagy egy ilyen törzset el kell úgy játszanom a dalt, hogy az megszólaljon, és akkor a gitáros vastik a földíszíti, és a ritmusokat megerősítjük mondjuk perkákkal, meg ilyen kahonnal, meg ilyen egyszerű ütős hangszerekkel, de hogy magát teljesen máshogy kell játszanom, nagyon sokszor, tehát. És ez ilyen szempontból azért is jó, mert úgy izgalmas, hogy úgy fejleszt
engem is, hogy így megszólaljanak a dalok, hogy mondod, hogy egyszerre basszus, meg kísérleted, meg minden akusztikus gitárra, de azért nem arra kell gondolni, hogy azért totál ilyen kis tábortűzi, mert azért megcsináljuk a hangokat rendesen, meg van a torz egy kicsit, meg ilyen pszichedelikusabb, úgyhogy ilyen pszichedelikus akusztikus műsor ez, de és valahol ez ilyen kamará. És ez megjelenik koncerteken kívül valamilyen hangzóanyagon is? Hát most egyelőre ilyen videómegosztókon vannak, nem gondolkodtunk még ilyen konkrét ilyen lemezbe, de hát tulajdonképpen bármi lehet, tehát bőven van már egy lemezanyagni dalunk, sőt inkább kettő, de konkrét lemezre még nem gondoltunk. És hol lehet titeket elcsípni a videómegosztókon kívül? Hát jelen pillanatban ez körülbelül úgy tud működni, hogy van havonta egy-két koncert. Mert mindenkinek rengeteg egyéb más projektje van, és ezt nagyjából egy darabig egyébként nem akarunk ezzel ilyen nagyon maradék időnkben, szeretjük ezt is csinálni, és akkor így. De aztán majd ki tudja, hogy mi lesz belőle, nem tudom. Klubokban? Nem klubba való ez igazából, ez legjobban ilyen, inkább működik jól egy ülős kerthelyiségbe, vagy egy még egy színházba is olykor, tehát a színház felé is lehet vinni, és van olyan ötlet is, ami egy kicsit afelé viszi a dolgot, és akkor külön egy ilyen színházas dramaturgiára felfűzni. De a színház talán egy picit merev, a klub, a kocsma az talán kicsit túl zajos, meg minden, de alapvetően nagyon egyszerű, ahol le lehet tenni ezt a pár hangszert, és tudom, hogy siker nagyon sok helyen működik. A templomtól elkezdve a tehát nem nagy rockzenei kari hangzás van, nem nagy rockzenei, nem rock színpadokra való szerintem. Inkább ilyen kis mintibe. Ahol fókuszáltabb a figyelem, de azért nem teljesen diszkomfortos, hogy most ez a helyzet. És ez neked miért hiányzott? Ezt megkérdezhetem, tehát a Queen Bee-hez képest ez valami pusztat, vagy valami hiányt, vagy valami kialakult űrt betölt benned? Nem, így jött létre. Hát ugye a Queen Bee-ben mondjuk, mint a halapettem most már az utóbbi, de minden 15. számom, hogyha föl tudja szippantani, mert ez egy tök más tehetetlenség. Tehát egyszerűen daltúr termelési válság is volt. Hogy ezt játszhatná akár a Queen Bee is? Hát vannak köztük, amit akár persze. Hát én egy csomó dalt megmutatok nekik, hogyha csak nálunk az azért, hogy átmenjen a 6 emberrel, meg minden, az azért nem olyan egyszerű, nem mindig gyorsan. És egyszerűen sokkal több dal volt, és ezeket valahol tök jól játszani, és az egy kézenfekvő helyzet, hogy ez beáll a puritán egyszerűbb megszólalása azonnal. Volt olyan dal, ami délelőtt megírodott, és este már játszott. És ez nekem nagyon tetszik, mint amikor várni kell. Jó, akkor majd elmegyünk majd stúdióba össze, akkor majd megjelenik, és akkor talán egy vagy másfél év múlva megjelenik meg egy dal. Tehát az is lehet, hogy addig elfelejtem kétszer. Tehát, szóval, hogy így viszont egyből elkezdi élni az életet, azt majd meglátjuk, hogy mi lesz. Szóval ő igazából magának hívta ki a helyet az életünkbe ez a produkció, nem pedig úgy volt, hogy mi kitaláltuk, hogy csináljuk egy ilyet. Teljesen máshogy működött, teljesen máshogy alakult. Helyet követelt az életünkbe, és nagyon más zenélés, mint amit más, amit akár a Queen Bee-vel csinálok. Tehát kiegészítik egymást ezek a dolgok. Ez inkább akkor formailag különböző. Tehát, igen, ezek lehetnének filmis formailag is, meg a gyorsasága, meg a up-to-date-sége, meg a szabadsága, a lazasága. Most így játsszuk, oké, most játsszuk ezt így. Tehát egy ilyen nagyon nagy, a Queen Bee-ben azért benne van annak, hogy ez egy nagyon nagy színpadi produkció már, és egy nagyon komoly koncerteket adni a rockzenébe. De ennek megvan azért a nyűgje, a lassúsága, a bonyolultsága, a drága, óriási mamut, nehéz mozgatni, nem tudom hány mikrobusszal, meg egy csomó helyen. És a Queen Bee tudna így játszani, mint az aranyakkort? Hogy értve? Játszott így annak idején Dunaújvárosban a Queen Bee, amikor még kezdtél? Más ez. Tehát mi soha nem játszottunk ennyire akusztikusan, maximum színházban egy-két számot ilyen csak úgy csemegének. Azért mi egy rockzenei hangzást, valamilyen szempontból egy alternatív rockzenei hangzásról van. Dobgi, basszusgitár, klasszikus billentyű, hát ebben meg tök más hangzás, ez sokkal folkosabb, ha úgy veszük az aranyakkor, vagy ilyen ősibb, utcaibb,